Étkezések után állandó nálam a puffadás, diszkomfort érzett, émeigés, hányinger és hasi görcs. Hiába zártam ki a finomított, cukros, lisztes, szénsavas ételeket az étrendből, a panasz így is az esetek nagy többségében mégis előfordul, mitől lehet. Tehát étkezés után jelentkező puffadás, diszkomfort érzet, émeigés, hányinger, hasi görcs esetén hát borzasztó jó lenne tudni azt, hogy ezt egész pontosan hol érzi a kedves kérdező. A felhasban, a gyomor területén, ez nagyjából a bordaívek találkozásánál van, akkor a gyomor kimenetnél célszerű kutakodni, és elsősorban kifolyási akadályt előidéző betegséget, például gyomorhurutot, gyomornyombérfekét keresni. Ha azonban ezek a tünetek jóval később az étkezés fogyasztása után 2-3-4 órával jelentkeznek, és elsősorban a hasnak a lentebbi területén vannak, akkor célszerű leszűrni a beteget arra, hogy esetleg valamiféle gyulladás, vagy pedig jó vagy rossz indulatú elváltozás nincs a gyomorbérrendszerben, ami akadályozza a tartalomnak, a gázoknak és a szilárd tartalomnak a további jutását, és nem ebből fakad-e a gáztorlódás, a puffadás, illetve a hasi görcsök. Tehát én azt mondanám, hogy mindenféleképpen az alarmtüneteket, vérszegénységet, fogyást, 45 év felett életkornál hasi panasz esetén eleve az az irányelv, hogy a beteget eszközös vizsgálatnak ki kell tenni, de egy durva szűrés célszerű csinálni. Sajnos nagyon tág a kérdés, és ilyenkor a jó öreg fizikális vizsgálat sokat tud segíteni abba, hogy megmondjuk, hogy a gyomorbélszakasz mely területén lehet a probléma.